A Magyar Edzők Társasága minden évben 5 edzői életműdíjat ad át azoknak, akik sportágukban maradandót alkottak az elmúlt évtizedekben. Idén egy kézilabda, egy röplabda, egy vízilabda és egy kajakkenő edző mellett Bakosi Béla vehette át az elismerést. Az olimpiai és világbajnoki 7. helyezett, kétszeres fedett pályás Európa-bajnok, ezüstérmes és 3-szoros bronzérmes korábbi hármasugró 3 évtizeddel ezelőtt kezdett el edzősködni. Igazából én nem akartam edzősködni, versenyzői pályafutásom alatt mindig kérdezték, hogy leszek edző, és én elhatárolódtam, mondtam, én nem szeretnék edző lenni, de végül is az élet úgy hozta, hogy csak edző lettem. Annak idején a Vasi Tünde átjött ugye Romániából, és hozzánk jött, tehát végül is a feleségem, mert jól ismerték egymást, és akkor kezdtem el vele dolgozni, ugyan ő nem olyan sokáig maradt Nyíregyházán, de utána végül is megtetszett a dolog, és hát végül is ez lett a vége, hogy több mint 30 éven keresztül neveltem Nyíregyházán az atlétákat. Az elmúlt 30 évben rengeteg sprinterrel, távolugróval, hármasugróval és magasugróval foglalkozott a szakember, aki számos tanítványa eredményeire lehet büszke. Igazából a legnagyobb versenyzőm az Vasi Tünde volt, aki ugye átjött Magyarországra annak idején Romániából, majd később felköltözött Pestre, és a Sydney Olimpián visszajött hozzám abba az évben felkészülni, és hát végül is 7. lett az olimpián, és abban az évben ugrott 670 centit nálam, bár az olimpia nem úgy sikerült, mert előtte nagyon beteg volt, és úgy utazott ki, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó eredmény. De hát Ágoston Dániel volt, sprinter, Vas Dávid, Vas Lászlónak a fia, Resen Gergely, Kaptúréva, tehát, és ezen kívül nagyon-nagyon sok, közel 100, vagy most már több mint 100 magyar bajnokom van, nagyon sok válogatott atléta, tehát így most hirtelen ennyiben nem tudok mindenkit felsorolni. A tanítványok közül egy valaki érthetően közelebb áll az edző szívéhez. Fia, Péter hosszú évekig egyeduralkodónak számított idehaza magasugrásban, és közben a nemzetközi porondon is eredményesen képviselte a magyar színeket. Az ember a saját gyerekét edzeni, hát nem egyszerű dolog, hozzáteszem. Igaz, ez egy kényszerhelyzet volt itt Nyíregyházán, de attól függően én úgy gondolom, hogy Péterrel nagyjából meg tudtuk azt oldani, amit kell. Most vagyunk olyan helyzetben, és úgy egyeztünk meg, hogy az én volt edzőm Tamás segítségét kérjük, hogy itt az utolsó 1-2 évben, hát ha tudunk még valami, vagy tudnak még valami olyasmit összetenni, vagy összerakni szakmailag, ami esetleg még egy tovább fejlődés jelentene, mert úgy gondoltuk Tamás, hogy Péter egy olyan 230 centire képes fizikálisan, csak ezt realizálni kellene, ezt próbáljuk meg, vagy próbálják meg ők. Én is segítem természetesen itthon, amikor itthon edz, de igazából Tamás irányítja most az edzéseit. Bakosi Béla immár nyugdíjasként foglalkozik a Nyíregyházi sportcentrum atlétáival. Az az álma, hogy talál egy olyan tehetséges gyereket, akiből egy kiváló hármasugrót nevel, olyat, aki megközelíti, vagy akár túl is szárnyalja az ő eredményeit.